Szevasztok srácok, Csipi vagyok, itt van velem Alex is. Szevasztok! Ma is folytatjuk tovább a draft sorozatunkat, rendületlenül draftolgatunk. Három mérkőzésen vagyunk túl. Ami egy 5-2, 5-1, meg egy 7-1. Közepesen nehéz volt talán egy meccs, a másik kettő az nagyon könnyű. Főleg ez a 7-1 itt a végére a srác nagyon elfogyott, tehát be lett darálva. Mint egy sertes lapocka. Úgyhogy nézzük meg a csapatot. Hát megszopatott minket kicsit a játék, rendes kapust nem kaptunk, ezért nem lett meg a 100-as chemistry, de tényleg ez volt talán az egyetlen használt a kapus. Összes többi egy kalap szar. Hát ez egy ilyen hibrid csapat. Van itt ugye minden La Liga, meg van ott egy kis PLS rész is, van egy ikonunk, 99-es Ronaldónk. Általában azt csináljuk, hogy Neymar bejön a Ronaldo helyére, Ronaldo pedig fölmegy csatárba. Más nagyon nem szokott itt már bejönni. Úgyhogy ennyi nagyjából. Elsor nem olyan izmos. Nézzünk egy döntős ellenfelet, kapjunk valami könnyűt, kérlek. Nincs kedvünk most itt szenvedni. Az ellenfelünk csapat pedig van ott egy Morata, hát ez elég test, igen, Marcel, van ott egy Neymar, meg egy Bale, azért az veszélyes. Középpályás sem olyan rossz, hát ez egy ilyen spanyol La Liga hibrid csapat. Százas lett a chemistry, ugye gyémánt felállás, Aaron védővel fog játszani. Lehet, hogy cserélni fog, meglátjuk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy játszik vele. MC Ilika. Rögtön eladja a labdát. Ugye ez megjön azzal a Bélával ott. Deco Aurias passzol. Ah, persze, rögtön passzol. Rögtön cseréljünk, amint megszakítják a mérkőzést valamilyen okból. Például elhagyja a labda a játékteret, vagy esetleg lövünk egy nagy cumigolt. Vegyem, hogy ez lesz inkább, amilyen megáll a játék majd. Hú, hát ezt inkább adtad volna föl. Akartál előni egy gólt ezzel a szerencsétlen Norrer csatára? Hú, hát soha többet már nem próbáld. Gyakorlatilag a labda alig ment el a kapuig. Na, ez jó. Deco. Hú, az... És még onnan rátettük. Volt egy pár nagy helyzet, el most az első belül egy gólt. Aha, tudom, hogy direkt mentél vele, de én azt hittem, hogy így is lefut, bazd meg. Na, és akkor most jön. Jó, így maradhat és nem kell cserélni. De azért behozunk egy Neymart, biztos, ami biztos. Ellenfelünk nagyon megkavarja a kártyákat, szerintem lehet, hogy többet is cserél. Igen, Bonucci jött be a Jimenezért, tehát a védelmet megerősítette. Mi pedig hoztunk egy jó kis Neymarot. De Bruyne megtolja. Ez is jó még. Az is jó, nagyszerű labda. Ott az első, ott van. Ott is van. Ilyen De Bruyne. Azt akartam tényleg, ezután a draft után most már nézd mellett valami jó gólörömöt. Úgy gondolom, hogy gólörömöket már. Hát 4 hónapja nincs semmi jó poénos gólörömünk, de tényleg. Nem, inkább nézd meg egy YouTube videót, hogy ott milyen poénos gólörömök vannak, és csak onnan tanulj meg valamit, aztán csumpilla. Na Varán szépen szerel, tisztáz, már indította is Dekót. Messi. Ez amúgy nem kiabálom már, de ez tök könnyű ez a meccs. Aha, nem is megy rád. Nem adja át a kontrollát valami hashtag helynek, akkor ebből győzelem lesz, gyerekek. De, hogy lő gólt, jött Marcelo a nagymester. Mekkora labda Ronaldónak.
Hopp. Ilyet túlbonyolítjuk. De nem. Ronaldo beadja, Messi pedig befejeli. Micsoda összjáték. Messi mutatja az X-et. Hasszaló azt tudta, hol a labda. De szerintem azt tudta, hogy ő hol van, bár meg nézett oda a vakvilágban. Ez rossz passz. Visszazárnak. Fél pályáig. Nekünk se sürgős. Persze elkapadjuk szokás szerint. a többen összeesnek. De Bruyne teszi ki oldalra, Aurier. Na és akkor egy szarpassz. A szerencsé az elfánk ugyanaz szarú játszik, mint mi. Nem, még szarabb. Jaj, látod ma, amikor Rizzi? Játszottam egyet a Rizzi Meyerrel. A Rizzi 88-al, nem láttad? Szétvertem. 8-1-re, nem láttad ezt a meccset? Nagyon nagy volt. Szegény. Nem mondom, hogy megnézi ezt a raddarsítot, és akkor esik le neki, tudod. Na nézzük! Nagyszerű labda Messi. Megpróbáltuk beadni négy védőn keresztül, nem jött össze. Nem les! Nem les! Ronaldo, hogy beverte fordulásba, láttad? Kezd eldölni az első fél órába. Barátunk esetleg kilép? Laggol? Most rá ki glitcheltetni minket? Kivel kocsogatja a torrentet? Tényleg. Vagy valami ilyen 5000K-s YouTube videót. Na és akkor mehet tovább a meccs. Egy már. Ön nem támad. Mekkora labda a Nessi. Gyönyörű volt a labda, utána pedig, hát a befejezésről inkább majd. Ezt majd lehet ki is vágjuk. De Bruyne játszik össze, Paulinho, Deco, Ronaldo. Hopp, oda patta, hát így oda passzoltam, mert a... Neymar, ájj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 j
férfihoz oda az Auri, ez mennyire kamu Cristiano volt már, nem? Ronaldo. Így oda pattant a Messi és a Ronaldo-ról, de úgyhogy tökéletes volt az Intersnek egy pattanos labdában. Akkor a kamu ez a játék amúgy. Mi akkor, hogyha nekünk kamuzik, de akkor is kamu. Tehát nem kellett volna visszafordulni, mert besapta az első cselt. Ronaldo oda teszi lövés De Bruyne-nek, 4-0. Ellenfelünk pedig Ippoli. Azt hiszem, hogy ki fog lépni. Aztán mindenféleképpen kilép. De nem. Nem akarta folytatni a mérkőzést, a további küzdelmeket. Úgyhogy... gyorsan eldőlt. Ó, hát jó szar cseréi voltak a... Ula lövés. Ez igen. Na nézzük, 5-2-5-1-7-1-4-0. Vajon most mit dob? Most viszont rohadt könnyű volt. Ezeket most nagyon könnyű volt, igen. Akkor szart is dobott, most nem könnyű volt. De ne, hogy már harmadszor is szart dobjon. És megint szar dob. Köcsög ijjé. De egy köcsög. Ebből semmi nem fog jönni, jajjá. Ebből a 2 players pakból jobb cuccba fog jönni, mint ebből a izéből. Ezért küzd az ember, hogy ilyen szar pak variációt adjon. Nem, hogy valami Jesus vagy Marcial. Helyett egy ilyen fantasztikus fizurái Gomez. Hát ez hulladék ez a pak gyakorlatilag. Ez szemét. Nem hiszem, hogy megint ilyen szartat hallod.
De ebben nem lesz Ronaldo. Addig fog a draftolni, amíg nem tudom érteni se valóban. Jó, draftolja, de úgyis izé... Éjjel 3-kor lesz a következő SBC, addig nyomhatod. De nézzük ezt a négyes sorozatot. Hát akkor sajnos Coutinho. Ilyen draft, ilyen draft rewardot hallod. Vékony pak, bazd meg, ez nullát ér. Lesz benne három játékos, vagy kettő max, ó nem. Kivételesen 281-es van benne, hát de hát ezzel nem vagyunk kisegítve. Ez az, amikor a draftára is alig jön vissza majd, tudod. Nagy lehetőségünk, hogy ne nyissunk semmi értelmeset. Ezt kipel, de ebbe lesz a Ronaldo. Mondtam. Benzema? Ez az! Ez azért ér egy 20 000-et, ezt vágod, nem? És akkor az ilyenkor már tényleg a teljes kétségbeesésbe teszik minket. Megkönnyörül rajtunk, és egy Benzemát odavág a képünkbe egy ilyen szar pakból. Nézzük is meg, hogy mennyit ér, bár nem walkout. Ezt mondom, egy 20 000-be el fog menni. Teljesen jó, hogy viszont már jól jövünk ki ebbe a draftból, de most már keresünk lóvét. Na hát, megkönnyedültek rajtunk az istenek. Úgyhogy végül csak nyitottunk ebből egy egész jó játékost. Jó. Na srácok, ennyi lett van ez a rövid kis draft döntő, a draft sorozatunk következő része, ellenfél nagyon hamar kilépett. Nagyon szar pakvariációt kaptunk, és hogyha nem jött bele volna ez a Benzema, akkor gyakorlatilag azt mondanám, hogy lófasz nem jött belőle. Ez a Benzema most így megmentette a draftot, úgyhogy mégis így elégedettek vagyunk. Nem mondom, hogy ez a legjobb pakvariáció, mert ez a legszarabb pakvariáció, ami csak létezik szerintem. De most kivételesen nyitottunk bele egy normálisabb játékos, úgyhogy bőven duplája vissza a draftnak nagyjából. Fogjuk rá így. Ha tetszett, akkor dobd rá egy lájkot, Alex játszott, én meg a Csipi voltam. Természetesen folytatjuk tovább a draftot. A draft sorozatot. Hát ezt már csak később látjátok, de mi folyamatosan nyomjuk a draftokat. Úgyhogy szevasztok!